Szerdán délelőtt már 246-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Romániában, további korlátozó intézkedéseket vezettek be. Folytatódnak a munkálatok a Gyergyószent Miklóson épülő tanúszodánál, az ívestető gerendák már a helyükre kerültek. Marosvásárhelyen és Segesváron nagyszabású elméleti és gyakorlati felkészítőt tartottak, amelyeken különböző katasztrófa helyzeteket szimuláltak. Jó estét kívánok, híreink következnek, kérem tartsanak velünk. 29 új koronavírusos beteget vettek nyilvántartásba kedd este óta, így 246-ra nőtt az igazoltan fertőzöttek száma Romániában szerda délelőtre. 19 beteget már gyógyultnak nyilvánítottak és elhagyhatták az egészségügyi intézményeket, további korlátozó intézkedéseket vezettek be, többek között felfüggesztették az országban működő éttermek, kávézók és más vendéglátóipari egységek tevékenységét a koronavírus járvány terjedésének feltartóztatása érdekében. Hatóságok által ellenőrzött karanténban országszerte 3441 koronavírus gyanús személy van, otthoni elkülönítésben pedig 23679-en tartózkodnak. Szerdára viradóan a Nagylaki határátkelőnél mintegy 3000 román és más állampolgárságú személy lépett be Románia területére, megközelítőleg 800 járművel. Az országba érkezőket a határőrök mellett a Népegészségügyi Igazgatóság szakemberei is ellenőrizték. Marcel Vella belügyminiszter bejelentette, hogy felfüggesztik az országban működő éttermek, kávézók és más vendéglátóipari egységek tevékenységét a koronavírus járvány terjedésének feltartóztatása érdekében. A kedden 21 órakor életbe lépett rendelet értelmében ideiglenesen beszüntette tevékenységét valamennyi élelmiszer és szeszes ital felszolgálására és forgalmazására szakosodott étterem, vendéglő, szálloda, kávézó vagy bármilyen más vendéglátóipari egység. Csak a drive-in room service rendszerben és a házhoz szállítás engedélyezett. Az országos nyugdíjpénztár tulajdonában lévő gyógykezelési egységek is felfüggesztik tevékenységüket, és a gyógykezelési jegyek kiutalását is, jelezte közleményben a Hargita megyei nyugdíjpénztár. A már kiutalt jegyek érvénytelenné váltak. A szükségállapot alatt megőrzik érvényességüket a hatósági hivatalos dokumentumok, tehát április 15-ig érvényben maradnak a személyazonossági igazolványok, autóvezetői jogosítványok, urbanisztikai, építkezési, működési engedélyek és egyéb hatósági jóváhagyások, igazolások abban az esetben is, ha a rajtuk feltüntetett dátum szerint már lejártak. Dolgoznak a Gyergyószent Miklóson épülő tanúszodánál, a napokban a kivitelező cég a helyére emelte és összekötötte az íves tetőgerendákat, az épület befedésével foglalkoznak. Az elképzelések szerint, ha a tervezetnél később is, de nyáron átadásra kerülhet a hiánypótló létesítmény a műjégpálya szomszédságában. Tavaly júniusban kezdték el a Fejlesztési Minisztérium támogatásával a tanúszoda építését Gyergyószent Miklóson. A kedvező téli időjárásnak köszönhetően tudtak dolgozni a műjégpálya szomszédságában készülő létesítményen, jelenleg az épület befedésén dolgoznak. Ennek most már látványos fázisa az érkezett az építkezési munkálat, ugyanis az alap betonozáson kívül most már a tetőszerkezet alappillérje is helyükre kerültek, és ettől tovább most már el lehet kezdeni azt a munkálatot, amely az egész tetőszerkezetnek a kivitelezését jelenti, valamint ezzel párhuzamosan a belső szerelési munkálatok is kezdetét tudják venni. Természetesen még vannak belső betonozási munkálatok is. Az előzetes elképzelések szerint már idén tavasszal átadták volna a tanúszodát, ami egy hiánypótló, régóta várt létesítmény Gyergyószent Miklóson, hiszen legközelebb Marosi vízen van lehetőség úszni. A munkálatok azonban nem haladtak a tervezett ütemben, így legkorábban nyáron tudják majd átadni rendeltetésének az épületet. Hanem hatásos volt az az intézkedés, amelyben úgy az országos vezetésben, mint a helyi vezetésben is megfogalmaztunk a kivitelező felé és az országos beruházási igazgató felé is, hogy ne engedjék leállítani a munkálatokat. Szerencsénkre a tél az annyira enyhe volt, hogy lehetett folytatni az építkezéseket, és most már látszik is a kézzelfogható eredménye az elmúlt időszak munkálatainak. A kivitelezési határidő meglátásom szerint az csúszni fog, csúszik is, de az a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennek ellenére a kivitelező most már tényleg megtesz mindent annak érdekében, hogy felgyorsítsa a munkálatokat, és ha minden jól megy, akkor a nyáron már átadásra is tud kerülni az úszoda, amelyet most már 30 éve várunk.
A tanúszoda egy országos program részeként típustervek alapján épül. Az építményben egy 25 méter hosszú és 12,5 méter széles úszómedence lesz, melynek mélységét 120-180 cm közöttire tervezik. Emellett öltözők és kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak itt. Az önkormányzat a közművesítést kell biztosítsa, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze az úszoda működtetéséhez. A beruházás finanszírozása az a Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával történik. Az önkormányzatnak a vállalása az engedélyeztetési fázisoknak a lefolytatása és az engedélyeknek a kiváltása, valamint az épület közművel való ellátásának a kötelezettsége. Ezekben a vállalásainkban jól haladunk, az engedélyeztetési folyamatokban vagyunk benne, és abban bízunk, hogy amire az épület is elkészül, arra a közművel való ellátása is készen fog állni arra, hogy akkor a zöld gombot meg tudjuk nyomni és át tudjuk adni a nagy közönség számára. Nagy Zoltán polgármester korábban elmondta, hogy szeretnék majd a létesítményt bővíteni. Egy wellness szárny építése is szerepel a jövőbeni elképzelések között, hogy a komplexum így módon teljes kikapcsolódást, szabadidős tevékenységet tudjon biztosítani a felnőttek és gyermekek számára. A tanévet nem szabad befagyasztani, a záróvizsgákat nem kell elhalasztani, és el kell törölni a jegyek törvény által meghatározott minimális számát, hogy ne a minősítések utáni hajsza határozza meg az oktatást, illetve fektessenek a tanárok képzésébe, javasolják az Országos Diáktanács képviselői a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések idejére felfüggesztett tanórák pótlásának megoldásaként. Szerintük senkinek nem jelentene kedvező megoldást, ha befagyasztanák a tanévet, vagy elhalasztanák a vizsgákat, mivel így nem lehetne megszervezni a vizsgák második fordulóját, sok diák pedig lemaradna adott gimnáziumok felvételiéről, illetve bizonyos felsőoktatási intézményeken meghirdetett szakokról. Arra kérik a minisztériumot, hogy kezeljék rugalmasabban az iskolai kerettantervet. Az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség szervezésében a napokban Marosvásárhelyen és Segesváron nagyszabású elméleti és gyakorlati felkészítőt tartottak, amelyeken különböző katasztrófa helyzeteket szimulálnak. Nagyszabású elméleti és gyakorlati felkészítőt tart a napokban Marosvásárhelyen és Segesváron az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség. Robbanást, tűzesetet, terrorista akciót és vonatbalesetet szimulálnak, és az ilyenkor szokásos mentési eszközöket és módszereket vetik be. A gyakorlat trénerei között francia szakemberek is vannak, a cél a bevetések minőségének és hatékonyságának növelése. Ez a felkészítő francia kollégákkal együttműködve zajlik, akik megpróbálják átadni tudásukat gyakornok kollégáinknak. Két hét elméleti felkészítő után ez az első terep gyakorlat, összesen 4 bevetési gyakorlat lesz. A felkészítő program részeként pénteken a Maros megyei kórház endokrinológiai osztályán szerveztek bevetési gyakorlatot. A nehézség ennek a gyakorlatnak az, hogy a tűzeset egy kórház épületében volt. Nem csak arra kell gondoljuk, hogy az evakuálás nehézségeire, hanem mellette arra, hogy az evakuálás pácienseken történik, még hogyha nincsen tünetei is, akkor is egy adott patológiával rendelkeznek. Miért fontosak ezek a gyakorlatok? Miben segít ez önöknek? Azért, mert olyan szituációk, amihez még mi, akik sürgőségben dolgozunk, vagyunk hozzászokva nap mint nap, nem konfrontálódunk ilyen helyzetekkel. Hogyha gyakorlatokon részt veszünk, valószínűleg könnyebb lesz a következőkben, ha esetleg megtörténik egy ilyen eset. Ma Segesváron szerdán a Marosvásárhelyi Vegyipari Kombinát területén, csütörtökön a sportcsarnokban tartanak gyakorlatot. A Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Jó tanuló, jó sportoló címmel felhívást hirdet a külhoni magyar régiókban tanuló magyar diákok számára. Azokat a tanulókat szeretnék megtalálni, akik a tanulás mellett valamely sport vagy művészeti ágazatban kiemelkedő teljesítményt értek el. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 31-e, a jelentkezéshez csatolni kell a tanulmányi átlagot tartalmazó bizonyítványt és a sport teljesítményt igazoló dokumentumokat. Szombaton 24. alkalommal rendezték meg a borversenyt Balavásáron. A nagyszabású megmérettetésre 408 borminta érkezett 5 országból.
A borlovagrendek bevonulásával kezdődött szombaton a balavásári borverseny eredményeinek ismertetése. A szervező kisküküllő borrend mellett a dicső szentmártoni Szent Márton, valamint magyarországi lovagrendek képviselői járultak a főasztal elé. A 24. alkalommal megrendezett versenyre 408 borminta érkezett. Idén 5 országból küldtek borokat. Az elmúlt években jelentős fejlődés tapasztalható, mondták el a szervezők. A boroknak a fejlődése az nagyon-nagyon megugrott, tehát nagyon igényes volt a zsűri ilyen szempontból, és megkértük a zsűri tagokat, hogy amikor bírálják a borokat, a mércét mindig emeljék egy kicsit magasabbra, hogy a borászok minél többet tudjanak tanulni ebből. Gyakorlatilag minden bornak a karakterisztikáját leírták, akik ott voltak az asztalnál, és most a termelő megkapja azokat a borhibákat, vagy a bor minőségéről az eredményt, amit bent a zsűri elbírált. A 2019-es év szőlészet szempontjából jó év volt, de az érés idején tapasztalható szárazság kihatott a borok minőségére, jelentette ki Tóth Csaba, a gyulafehérvári katolikus érsekség főborásza, aki zsűritagként vett részt a borversenyen. Ahhoz képest, hogy milyen szép szőlőink, tehát egészséges szép szőlők voltak, a borok minősége egy picit, tehát nem mondjuk, hogy gyengék, de egy picit lenne vannak a más évekhez viszonyítva, ugyanis a szárazság miatt nem volt felhozatal, az ásványok nem tudtak annyira szépen feloldani a talajból, mint mikor például a nedvesség van a talajban. Ezért tehát van egy pici-pici visszaesés, de azért a borok csak szépek, a 2019-es borok szépek azért, úgymond. A teremben Sagyebó István, Balavásár polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. Annak idején, hogy ez Orbán Balázs megint a Balavásár a Székelyföldtrapára található, és jó borálon híres, de sajnosak ismerjézte, hogy zárt kapu, zárt kép. Én azt hiszem, hogy nagy-nagy változás történt. Most már Balavását másképp lehet jellemezni, figyelembe véve, hogy hány bor, hány ország eljött ide, hány borász jelentkezett a jóboraiba, mondhatnánk azt, hogy tárt kapu, nyitott lélek. Én gondolom, hogy célba ér ez a rendezvény. Sokan várták a zsűri értékelését. Ez a 24 év óriási fejlődést hozott a környéken, és ennek a fejlődésnek nem csak szakmai kihatásai vannak, hanem emberi kihatásai. Mert nagyon jól tudjuk, hogy a bor az összeköt. A bor a barátság egyik szimbóluma, borozva az ember barátokat talál, és erre nagyon nagy szükség van. A kiértékelő után megkezdődött a díjazás. Elsőként az aranyérmes borok tulajdonosai díjazták. Idén a borok 15%-a kapott aranyérmet, tudtuk meg a szervezőktől. 2020-ban a balavásári borverseny fődíját, a nagy aranyat Seprődi József dicsőszentmártoni borásznak ítélték oda. 40 éve borászkodom, ezzel foglalkozom, ez a szakmám, megvan a dicsőszentmártonban a saját borászatom, kézműves borászat, tehát nem 10 000 palackok, egy ebből is csak a barátok fogjuk meginni, és esetleg árverésen egy palackot majd, úgyhogy oda kell figyelni a borra, és egy bizonyíték az, hogy egy kézműves borász, tehát nem egy nagy technikai háttérrel, ha odafigyel és van egy szakmai tapasztalat, akkor tud vetekedni a nagyüzemi borászatokkal is. A díjazást követően jó muzsika mellett beszélgetésekkel ért véget a 24. borverseny Balavásáron. Ezek voltak híreink március 18-án. Friss információkkal holnap is várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!